Szeretettel köszöntelek benneteket, 13. éve működik a Belvárosi Liberális Klub. Hol itt, hol ott, ahol éppen helyet kapunk, ahonnan éppen nem küldenek el. Hát az utóbbi időben a liberális kluboknak nem volt túl szerencsés a sorsa, hiszen csak elsorolok néhány helyet a Balzak utcában, a Tátra utcában, az Andrássy úton, a Sas utcában, és működött ez a klub. Pillanatnyilag itt kaptunk helyet az Aradi utcában, bízunk benne, hogy ez a történelem és a politika viharait túl fogja élni. És szeretettel köszöntöm Ádám Zoltánt, a Corvinus Egyetem adjunktusát. És beszélgessünk. Beszélgessünk, igen, jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! A beszélgetés... És köszönöm, hogy itt lehetek. Ugye jelentett vitát is. Erre hívlak fel benneteket. Én természetesen csak kérdezni fogok, és amikor akarsz, válaszolsz, azt válaszolsz, amit akarsz. Hangsúlyoztam az előbb, hogy ez egy liberális klub, tehát itt lehet mindenfajta véleményt elmondani. Nem úgy, mint most általában a közpolitikában és a kormánypolitikában, ahol ugye csak egy véleményt szoktak meghallgatni, mert az összes többit igyekeznek elhallgattatni vagy törölni. Az első kérdésem az lenne, hogy ilyen szép hivatalosan vezessen föl, hogy hogy vagytok mostanában Ugocsában? Hogy vagyunk mostanában Ugocsában? Ez volt a kérdés? Ezt azért kérdezed, mert amikor írtam erről a népszavazás ügyről egy rövid cikket a Népszabadságban, akkor használtam ezt az Ugocsa metaforát. És hát, hogyha jól emlékszem, nem olvastam újra a szöveget, de azért, hogy Magyarországot azonosítottam Ugocsával. Ugye ez, annak idején, amikor írtam ezt a szöveget, ez így eszembe jutott, ez az Ugocsa. Ugye az Ugocsa non coronát, hogy ez micsoda, és akkor megnéztem a Wikipédián, hogy ez egy ilyen, ez nem teljesen világos, hogy ez honnan jön. Azt hiszem, valami 18. századi sztori. Nem teljesen egyértelmű, hogy a Mária Teréziát vagy valaki mást nem kívántak el második megkoronázni. Mindenesetre Ugocsa nehezen adta be a derekát, és volt egy erős ugocsai öntudat. Ez egy megye volt a valamikori Magyarországon. Ami jellemezte az ugocsaiak magatartását. Na most persze nyilván minden párhuzam az valamelyest sántít, és még egyszer mondom, hogy nem végeztem részletes történettudományi kutatásokat arra vonatkozóan, hogy mi történt egész pontosan Ugocsában, de az én valahogy asszociációs gondolkodásomban ez úgy jelent meg, mint a magyar provincializmusnak a szimbóluma. Lehet, hogy ez nem egészen fair az ugocsaiakkal szemben, ezt így köztünk szólva hozzátenném. Mit tudom én, hogy miért nem akartak koronázni. Lehet, hogy jó okuk volt rá. Ugye annyiban mégis azt gondolom, hogy jogos a párhuzam, hogy az egész Ugocsa, meg az egész magyar történelem benne Ugocsával, az egy olyan térben, olyan történeti, geográfiai térben zajlik, meg intellektuális térben, amikor mi mindig megpróbáljuk valahogy rosszkor kiegyenesítve a derekunkat, megalkotni és megvédeni a mi identitásunkat, és azt gondoljuk, hogy nem mindig rosszkor, de gyakran rosszkor, és azt gondoljuk, hogy ez független attól, hogy kivel szemben identifikáljuk magunkat, és milyen intézményi környezetben tesszük ezt, és mi az alternatívája annak, amivel szemben állást foglalunk, arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mi azonosak lehessünk saját magunkkal. Ami persze egy teljesen természetes igénye minden társadalomnak. Ezt legutóbb, mondjuk a foci EB idején lehetett szerintem nagyon szépen megragadni, látni Magyarországon, mennyire fontos ennek a társadalomnak, hogy legyen egy pozitív identitása. És ez természetesen a világon semmi baj nincsen. Tehát, hogy egy társadalom szereti a saját foci csapatát, és az netán még sikeres is lesz, relatíve sikeres is, annak örül, az egy normális társadalomnak a működési mechanizmusa. Ezzel a világon semmi baj nincsen. A baj az valószínűleg akkor van, amikor irracionálissá válik ez az azonosság keresés. És a mi azonosság keresésünk az gyakran válik szerintem abban az értelemben irracionálissá, hogy még egyszer mondom, nem mérlegeljük az alternatívákat, nem mérlegeljük azt, hogy ha
ha rácsapjuk az ajtót Európára, Bécsre, Brüsszelre, Washingtonra lehet válogatni, akkor hova jutunk? És egyáltalán miért akarunk ajtót csapni? Főleg akkor miért akarunk ajtót csapni, hogyha ráadásul ott vagyunk? Lehet, hogy az ugocsaiak azok nem éppen ideálisan illeszkedtek az akkori intézményi környezetbe, és nem volt olyan nagyon sok demokratikus választásuk, de ráadásul nekünk most még egész jó demokratikus alternatíváink is vannak ezen a nyugati világon belül, amihez tartozunk, és mégis ebben a régi ugocsai mintázatban mozgunk, nem tudunk ebből kilépni. Még mindig azt gondoljuk, hogy a darutollat kell a kalapunkhoz tűzni, és azt kell lengetni, ahelyett, hogy megtanulnánk azokat a mechanizmusokat, amiket módunk van egyébként használni. Azt mondtad, hogy ugocsai mintázat. Megragadott hirtelen. Csak hát a 18. században ugye azt a szót, hogy globalizáció nyilván nem hallották még, de vagy más értelemben használták ezt a kifejezést. Akkor ezért mondtam, ezért szóltam közbe, hogy méltatlanok vagyunk az ugocsaiak. Persze a nemesekről van szó, hiszen szavazni csak nekik volt jogunk és lehetőségük. De hogy méltatlanok vagyunk velük szemben, hiszen ők egy elzárt világban a felvidéken éltek akkor, és ebből próbáltak valamiféle rebellis, nem tevékenységet, de legalább szóhasználat területén, hogy ők megmutassák azt, hogy ők különböznek a többiektől, és nem tűrik ellen, koronázzák meg. De manapság, és te úgy fogalmaztál ebben a cikkben, hogy ugocsai lakosként, tehát magadat azonosítottad ja, persze, azért ezzel a dologgal. De hát ez a, mit tudom én, 9,5 millió vagy mennyien vagyunk most, lehetősége van arra, hogy a fejlődés, a technikai fejlődés útján hozzájussanak információkhoz. Amiket az előbb indokként felsoroltál, hogy ide csapjuk az ajtót, oda csapjuk az ajtót. Miért van arra szükség? Hogy csapkodjunk. Hogy csapkodjanak, amikor az információk bőséggel jöhetnek. Vagy... Ja, hogy ahhoz képest, hogy ugocsa az egy ilyen elzárt felvidéki vármegye volt, és ott nem értették, hogy valójában hogy működik a világ, mi meg érthetnénk, hogy működik a világ. Azt gondolom, hogy sokfajta világ van. És az, hogy mi melyik világba akarunk tartozni, hogy egy ilyen keleties, periferikus vagy félperiferikus, Európa szélén evickélő, kompozgató világot alakítunk ki magunknak, itt a Balkán sarkában, vagy inkább egy ilyen nyugati világot próbálunk meg felépíteni, az tulajdonképpen egy döntés kérdése. Nem állítom azt, hogy erről különösebben tudatosan gondolkodnának nap mint nap az emberek, de sok döntést hozunk, aminek az eredője végül is az, hogy eldől, hogy a kompunk, ugye egy másik metaforával éljek, Adi kompország metaforájával, az merre felé megy. Az sok kicsi döntésnek az eredménye. Persze az egy bonyolult dolog, én egyébként intézményi közgazdásznak gondolom magamat, és tudom azt hivatalból, hogy az nagyon sok minden múlik azon, hogy milyen az intézményi rendszer, amiben a döntéseink születnek, de nem szeretném lebecsülni az egyéni felelősségeinket. Az én saját egyéni felelősségeimet sem szeretném lebecsülni. Tehát az, hogy ez az ország ez merre felé megy, az többek között azon múlik, hogy hogyan vezetjük az autónkat, hogy milyen kultúrát építünk ki, hogy átegedjük-e a gyalogost a zebrán. Mert hogy igazából ezen múlik. Az, hogy hogyan viszonyulunk a kormányunkhoz, és hogyan engedjük, hogy az viszonyuljon hozzánk, az tulajdonképpen csak egy része. Igazából azon múlik, hogy a hétköznapi interakcióink, a hétköznapi beállítódásaink, azok hogyan szerveződnek. És szerintem ez nem információhoz való hozzáférés kérdése. Hogy miért tartott ez az ország, ahol tart, hogy mitől ez a hihetetlen romlás, arra nem tudok pontos választ adni, de szerintem ez nem azért van, nyilvánvalóan van elég információ. Az információk ellenére tartunk ott, ahol tartunk, és ez önmagában nem, hogy is mondjam, ez nem példanélküli. Tehát sok olyan pálya van, mint a miénk, az az igazság. És bizonyos értelemben az egész világ hanyatló
pályán mozog, ez most egy kicsit túlzás, nem, nyilván nem mindenki, de azért, mit tudom én, mondjuk a Donald Trumpnak az elnök, Donald Trump elnöki jelöltsége, azért az mond valamit Amerikáról. Mondja Brexit. A Brexit az szerint egy picit más, de a Brexitben is van sok olyan mozzanat, ami ezt a helyi provincializmusnak, a populizmusoknak az előretörését, az bizonyos értelemben az irracionalitásoknak a megerősödését mutatja. Mit tudom én, az Alternative für Deutschland is ilyen, a német populista, jobboldali populista mozgalmaknak az előretörés. Hát nincs Európában, és nincs, jóformán az egész világon nincs olyan ország, olyan demokrácia, ahol ne erősödnének különféle tekintélyelvű kultúrákat reprezentáló populizmusok. Ehhez képest nem nagyon meglepő az, hogy Magyarországon is ez történik. A meglepő az, hogy Magyarországon ez nagyobb mértékben történik, mint akár csak a saját környezetünkben. Tehát mondjuk, hogyha Szlovákiához, a Baltikumhoz, akár Romániához mérjük, tehát hasonló adottságú társadalmakhoz mérjük a mi európaiságban mérhető teljesítményünket, hogyha lenne ilyen, persze nincsen, csak érzéseink vannak ezzel kapcsolatban. Valahogy akkor is úgy tűnik, hogy itt valami példátlan romlást tapasztalunk. Éltanulók voltunk a rendszerváltás igen. után. Ez ilyen közszáll. Igen. De van benne valami. Igen, hát én azt képzelem, ezen sokat gondolkodom, írtam erről egy disszertációt, egy doktori disszertációt próbáltam meg erről írni, de nem hiszem, hogy nagyon sikeresen oldottam meg ezt a feladványt, hogy miért kötöttünk ki ott, ahol most vagyunk. Meg azt sem hiszem, hogy örökké ott kell lennünk, ahol vagyunk, csak hogy valami kicsit reményteli közbevetést is tegyek. De azt hiszem, hogy azért ebben volt egy önbecsapás is. Tehát az előbb mondtam azt, hogy én intézményi közgazdaságtannal foglalkozom, és ezért azt az én fejemben olyan modellek vannak a világról, amelyek szerint az aktoroknak, a gazdasági szereplőknek, társadalmi szereplőknek, az embereknek, vállalatoknak, intézményeknek, szervezeteknek a viselkedését nagy mértékben meghatározza az ő intézményi környezetük. Most Magyarország egy olyan fura rendszerváltás pályát futott be, ahol ezeket az intézményi változásokat, amiket elég jól lehet, bizonyos mértékig elég jól lehet így felülről irányítani, azokat sokáig úgy tűnt, hogy sikeresen abszolválja. És az ember megnéz mondjuk egy, vannak ilyen rankingek, ilyen listák. Van egy European Bank for Reconstruction and Development nevű intézmény Londonban, Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank, minden évben kiadott, talán még ma is kiad egy ilyen Transition Report nevű jelentést, amiben vannak ilyen listák. És ott, hogyha az ember megnézi ennek a 90-es évekbeli számait, de még akár a későbbieket is, akkor azt tapasztalja, hogy Magyarország mindenféle ilyen intézményi reform, bankreform, privatizáció, jogállamiság, csődtörvény, társasági törvény az élen áll, valóban éltanuló volt. Valószínűleg az történt, én azt gondolom, ezt nehéz bizonyítani, hogy a mi formális intézményi átalakulásunk az nem párosult az informális intézményeknek, attitűdöknek, normáknak a párhuzamos átalakulásával. És emiatt, úgy, hogy ez nem szivárgott le a társadalomban? Úgy is lehet mondani, hogy nem szivárgott le, vagy nem tette ezt saját normájává a társadalom sok tekintetben, és valószínűleg hát úgy is lehet, nem szervült. Nagyon csúnyán azt is lehet mondani. És sok tekintetben kiderült az, hogy valójában rosszabbul teljesítünk, mint ahogy az látszott, mint ahogy azt mi gondoljuk. Főleg akkor derült ki, amikor válságba kerültünk. Ugye Magyarország egy olyan ország, ami korábban került válságba a 2000-es évek második felében, mint a világ nagy része, meg Európa jelentős része. Itt 2007-től kezdődően, ugye 2006-ban indul egy stabilizáció, amikor kiderül, hogy teljesen elhibázott volt az a költségvetési politika, amit Magyarország egészen 2006 tavaszáig folytatott. Tehát korábban indul meg, és mélyebb a visszaesés gazdaságilag, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy ebből a nagyon súlyos visszaesésből fejlődik át Magyarország egy ilyen borzalmas kudarctörténetté, amiben ma is élünk gyakorlatilag. Amiből majd kijövünk, mint mondtad.
Hát ugye a válságoknak az a tulajdonság, hogy egyszer véget szoktak érni. Igen. Hogy mikor, azt nem tudjuk, és ettől még nem ez kellemesebb bennük ülni, de semmi nem tart örökké. Egyszer valószínűleg ebből is ki fogunk jönni. Valószínűleg az Orbán rendszernek is van abban az értelemben haszna, hogy majd egyszer elrettentő példává válik. Talán már ma is sokak számára az. Csak az az érdekes, hogy közben mégis egy ilyen bizonyos értelemben szervül. Tehát, hogy a válság is tud szervülni a társadalomban. Úgy tűnik, hogy sok tekintetben ez a társadalom ma már alkalmazkodott ahhoz a teljesen torz, és tényleg sok tekintetben teljesen Európától, a fejlődés irányaitól elfordul, a saját progresszív hagyományaitól elforduló tekintélyelvű berendezkedéshez, ami itt kialakult az elmúlt években. Hadd térjek vissza még mindig az információhoz jutás. Szerintem fontosabb, mint ahogy most erről eddig beszéltünk. Nem tudom, láttátok-e, az Index csinált egy videóriportot egy Nógrád megyei kisközségben. Melyikben? Bercel mellett, talán Nógrádsáv, de nem nevezte meg. Tudom, hogy ismered. Én egyébként Nógrád megyei vagyok, én Balassagyarmati vagyok. Azt hiszem Sápon, Nógrádsápon, mert ott egy táblát lehetett látni, hogy Bercel erre 5 km, Balassagyarmat arra 22 km, ez nagyjából abba a sávba esik, és ott beszélgettek emberekkel, a jó kinézetű emberek is voltak, voltak más is, de kocsmába is bementek. Nagyon tetszett nekem ez a... Megkérdezte, és egyik, hogy láttak-e már migráncsot. Uh-huh. És egyik se látott még. Hát oda nem jutottak, ugye, mert nem erre vezetett az útjuk. De félnek. Uh-huh. Félnek tőle. Elmegy szavazni, közölt, hogy elmegy. Uh-huh. Nem kérdezte meg, hogy mire fog szavazni, de hát eléggé egyértelmű volt ebből. És akkor itt jön nekem, számomra legalábbis a lényeg, hogy akkor honnan tudják, hogy félni kell tőlük. Uh-huh. Láttuk a híradóban. Uh-huh. Melyikben? Uh-huh. Melyik híradóban? Uh-huh. Mit néznek, mit hallanak? Uh-huh. Tehát én ezt látom az Orbán rendszer egyik főbűnének, hogy az információtól teljesen elzárja az embereket. Itt Budapesten megvannak az információk, akik kíváncsi rá. Uh-huh. De teljesen elzárja az embereket az információtól, mert ezek értelmes embereknek tűntek, uh-huh. akikkel beszélgettem. De még itt, hagyd kérdezek vissza, hogy szerinted hogy zárja el? Tehát szerinted Nógrád Sápon nincsen internet, vagy nem lehet nézni az RTL-t, vagy a nem tudom, BBC-t a neten? Hát kezdem a végén, nem tudnak angolul. Aha. Az internet az van a kultúrban. Vagy a gyerek játszik rajta. Aha. De miért ne lenne a lakásában internet? Azért, mert nincs rá pénze, meg fölöslegesnek tartja. Aha. Ilyen úri huncutságnak tartja. Aha. És hát ugye vegyük végig, hogy hány M csatorna van. Aha. És hogy a sportcsatorna, sokszor megénekelték, hogy löki az egyperceseket. Uh-huh. És hogy leül az ember, és megnyomja tévé. Aha. Az a tévé. Aha. Jó, azért kötekedek, mert ez egy ilyen népszerű toposz, hogy van a vidék, meg van Budapest. Persze én vidéki vagyok, és hát vannak ilyen emocionális ellenérzéseim ezzel szemben, már csak ezért is. De a helyzet az, hogy hát vidéken is van internet, vidéken is van RTL Klub, vidéken is van ATV. Persze vidéken is van szegénység, de itt is van szegénység, a hatodik kerületben is van szegénység. Nyilván mások egy kicsit az arányok, tehát valószínűleg Nógrád Sápon több az átlagnál szegényebb ember, mint a Terézvárosban. Ez igaz. De ettől azért még lehet tájékozódni Nógrád Sápon is. Szerintem igazából nem emiatt reagál az Index által megszólaltatott Nógrád Sápi polgár. Úgy, ahogy reagál. Ennél ez szerintem bonyolultabb, és többfajta
Egyrészt többfajta probléma kulminálódik ebben a jelenségben, másrészt többfajta felelősséget is felvet. A problémával kezdeném. Ha megnézzük, szerintem nagyon érdekes, ami mondjuk Németországban zajlik. Ugye nem olyan régen volt egy választás Mecklenburg-Pomerania, ez a volt NDK-nak az északi csücske, azt mondom, Rostock környéke, igen. Ami az egyik legszegényebb része Németországnak. Egyébként Merkel kancellár, mint tudjuk, ott képviselő. És ugye ez volt az a választás, ahol a CDU vereséget szenvedett az Alternatív Deutschlandtól, abban az értelemben, hogy az AfD-nek volt, mit tudom én, 24%-a, a CDU-nak meg 21%. És persze az SPD győzött, de az AfD az bejött a második helyre. Na most azt nehéz lenne mondani, hogy Németország keleti felének északi csücskében az emberek el vannak zárva az információtól. És mégis pont ugyanúgy viselkednek, mint a nógrádcsápiak. Ott sincsenek menekültek. Direkt megnéztem, 20 000 menekültet telepítettek le ebben a tartományban. Ez az egyik legszegényebb tartomány, nem teljesen hülyék ülnek Berlinben a kormányhivatalokban. Gondolták, hogy nem lenne jó ötlet oda küldeni néhány 100 000 szíriai menekültet, bár lehet, hogy éppen lett volna hely, nem tudom, de azért úgy gondolták, hogy ez nem, valószínűleg nem olyan jó ötlet. Valószínűleg annak az 1,6 millió embernek, aki ott, azt hiszem, hogy ez vagy ennyien népessége, vagy ennyien szavaztak, ezt most nem tudom megmondani, a nagy része valószínűleg soha nem találkozott menekülttel. Csak elolvasta az újságokat, hogy mik vannak, és hogy meghallgatta a diskurzusokat, meg ugye azt a fajta politikai inger komplexumot szívja ő is magába. Nem pont ugyanaz, de ahhoz sok tekintetben hasonlót, mint amit a nógrádcsápi ember. Tehát ott is van tekintélyelvű populizmus, aki a menekült problémára hivatkozva intéz támadást a liberális demokrácia ellen. És azt mondja, hogy ha megszabadulunk ezektől a menekültektől, akik nincsenek is ott, akkor te megszabadulsz a problémáitól, mint egy projektálja az emberek nyomorát, vagy frusztrációit, kinek milyen van, erre a problémára, mint egy kívül, egyébként ráadásul, mint egy kívül helyezi az adott társadalmon a probléma gyökerét. Azt mondja, hogy nem is te vagy a felelős valójában a problémákért, hanem itt van valami külső, valami outgroup, szociológus nyelven szólva, valami külső ez csoport. Ez elég régi módszer. És akkor hát lehet rájuk haragudni, próbáljuk meg őket kizárni, megszabadulni tőlük, elzárkozni, tőlük is, meg azoktól a struktúráktól is, amik a nyakunkra hozták őket, és akkor megint mi visszanyerjük az identitásunkat, mint annak idején az ugocsai nemesek, amikor nem koronáztak, és jobb lesz nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a szociálpszichológiai reakció mechanizmusa, az nem egy információtól való elzártság, az egy információnak való kitettség, az egy válságos identitás helyzetre keresett irracionális válasz. És tulajdonképpen semmi meglepő nincs abban, hogy a nógrádcsápiak így reagálnak erre a kérdésfeltevésre. Miközben szerintem nem sokkal kevesebb információjuk van, mint a terézvárosiaknak. Megjegyzem, valószínűleg a terézvárosiak közül is szép számban reagálnak ugyanúgy, mint a nógrádcsápiak. A dolognak a másik fele az az, hogy na jó, de mit csinálunk közben mi? Miért nem vagyunk ügyesebbek? Miért nem vagyunk meggyőzőbbek? Miért nem győzzük meg a Mecklenburg-Pomerániaiakat is, meg a nógrádcsápiakat is, hogy ez egy marhaság, amit csináltok? Valószínűleg azért, mert elfogytak az érveink. Az az igazság. És ezt most nem annyira a politikusoknak címzem, szerintem a politikusoknak is elfogytak az érveik, de az igazság az, hogy nem. A politikusoknak akkor szoktak elfogyni az érveik, amikor az értelmiségieknek fogynak el az érveik. Ez igazából ezt magamnak mondom, hogy olyan helyzetbe kerültünk, nem csak mi egyébként, hanem a nyugati világ jó része, hogy tulajdonképpen egy ilyen intellektuális vákumban élünk bizonyos értelemben, bizonyos mértékig legalábbis. Nyilván hol mennyire, meg nehéz ezt általánosítani, nem is szeretném.
De nincsenek arra jól kitalált válaszaink, hogy miért nem működik az, ami nem működik elég jól. Azt sem tudjuk egész pontosan, hogy mi lenne a jó, az az igazság. Tehát, hogy mik a referenciapontok, amikhez viszonyítani kell. Tehát kinyitjuk az újságot, és elolvassuk, hogy nem tudom, Ausztriában afgán fiatalok molesztáltak nőket, írja mondjuk az Index. És akkor ugye, ez mit? És Ausztriában, oké, de valószínűleg Ausztriában mások is szoktak nőket molesztálni, ami nem szeretném felmenteni az afgán férfiakat ennek a súlyossága alól, ennek a különbsége alól. De hát valószínűleg ilyen volt már, ez valószínűleg például osztrák fiatalok, vagy német, vagy svéd, vagy ki tudja milyen fiatalok is elkövettek már ilyesmit. Valahogy nem sikerült azt megbeszélnünk egymással, meg ezzel a társadalommal sem, de elsősorban egymással, szerintem esetleg arról is érdemes lesz majd beszélni, miért, hogy tulajdonképpen akkor, amikor mi liberális demokráciáról beszélünk, és ebben az országban egy liberális demokratikus fejlődést kezdeményeztünk, vagy a mi elődeink, ezt mondhatjuk talán, kezdeményeztek mondjuk a 80-as évek elejétől, vagy talán már a 70-es évek végétől is némelyek, akkor az mit foglalt magában? Mondjuk az milyen viszonyt foglalt magában a világhoz, a külvilághoz képest, vagy milyen szabadságokat jelent az embertársainknak? Vagy mondjuk olyan egyszerű kérdések, hogy mit jelentnek mondjuk ezek a genfi konvenciók? Az eredendő bűnt ezek szerint már a 80-as évek elejére akarod fejezni? Nem, egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy a 80-as évek elején eredendő bűnbe estünk volna. Nem tudom, hogy mikor estünk eredendő bűnbe, egyáltalán nem akarnám át nyomni a felelősséget az előttünk járó generációkra, nem, én a saját felelősségemről beszélek. Arról beszélek, hogy szerintem az a fajta liberális, demokratikus projekt, amit az elődeink elkezdtek a 80-as években, az nagyon sokáig sikeresnek tűnt. Mondjuk körülbelül a 2000-es évek közepéig elég sikeresnek tűnt ebben az országban. Egyébként Európa szerte, világszerte elég sikeresnek tűnt. Ugye 2004-ben csatlakozik 10 ország, köztük 8 kelet-közép-európai ország az Európai Unióhoz. Gazdaságilag van egy felfelé menő világgazdaság, zakatol a globalizáció, demokratizálódik a világ, 90-es évektől kezdődően egy ilyen demokratikus hullám söpör végig a világon. Vannak persze bajok, már akkor is, vannak nem egyértelmű világpolitikai események, például az iraki háború, a második iraki háború, az például egy érdekes kérdés, hogy az pontosan arról mit is gondoltunk akkor, gondolunk ma, hogy hogyan avatkozik be a nyugat a nem demokratikus világokba, keleten, délen, milyen felhatalmazásai vannak arra, hogy demokráciát exportáljon, annak mi a technológiája, az mikor működik jól és mikor nem működik jól, ez például szerintem tök tisztázatlan. És aztán jön 2008, a világgazdasági válság, ami rengeteg embernek az egzisztenciáját ássa alá, és nem pusztán az egzisztenciáját, hanem az identitását. Szerintem ez elsősorban egy identitás kérdés. És ráadásul Európában pedig egy ilyen mély, súlyos, elhúzódó, ma is tartó intézményi válságot is okoz. Tehát kiderül egy csomó minden arról, hogy Európa, az Európai Unió, mint konstrukció, az egy csomó, az rengeteg szempontból szervi hibás. Nagyon súlyos, megoldatlan problémák derülnek ki arról, hogy mire nem képes Európa. Hogy mennyire tarthatatlanak mondjuk a monetáris politikának a szabályai. Hogy mennyire képtelen Európa mondjuk racionális, fiskális politikát kialakítani hát uniós szinten. Vannak különbségek, ugye, mert azért az Európai Unió országokból áll, és azért én tudok különbségeket mondani. Most nem geográfia szinten mondom, hogy Svédország és Olaszország, mert tudok délen is jó példát hozni. Ugye amiről én beszélek, az, hogy az derül ki, hogy Európa, mint politikai, meg gazdasági, meg társadalmi entitás, az túlvállalta magát,
és amikor egy rendszerválságba kerül, akkor nem tudja megoldani a rendszerválságát. Ennek mondjuk Görögország a legeklatánsabb példája, de vannak más példák is, amik arról szólnak, hogy olyan mechanizmusok, amik mondjuk az Egyesült Államokban teljesen kézenfekvőek, hogyan valósítanak meg mondjuk fiskális, költségvetési transfereket, mondjuk egy bajba jutott térségre, milyen szabályok vonatkoznak. Mi történik akkor, hogyha egy állam mondjuk csődbe megy Amerikában? Arra vannak viszonylag világos, tisztázott szabályok. Felhatalmazások, kötelezettségek, vesztesek, nyertesek. Az Európai Föderáció az lehetetlenség? Nem, abszolút nem lehetetlenség. Én a magam részéről európai föderalista vagyok, azért is érvelek az igen mellett. Azt gondolom, hogy az igazán súlyos problémákat a gazdaságban, a politikában, a társadalompolitikában is azt föderális alapon lehet megoldani. Szerintem... És nem ez a különbség az Egyesült Államok és Európa között pillanatnyilag? Már hogy az egy föderáció, ez meg nem. Igen, igen. De persze, de szerintem nem egymással vitatkozunk, szerintem ugyanazt mondjuk, csak lehet, hogy más megközelítést alkalmazunk. Pont az derült ki, hogy Európa, ami föderatív irányban fejlődött a II. Világháború lezárásától kezdve gyakorlatilag, azért született meg az Európai Unió, mert Európának az volt a tapasztalata, illetve hogy... az elődje, ami ugye talán legjobban működött. Mármint, hogy az európai... Nem a közösségre gondolsz. Tehát, hogy persze különböző fázisokban ezt különbözőképpen nevezték, és különböző intézményi igen. mechanizmusok társultak hozzá, de mindesetre az irány az egy föderatív fejlődés volt. Nagyon érdekes, én most a napokban, vagy hetekben újraolvastam egy pár szöveget annak idején a II. Világháború után, amikor elkezdték létrehozni a közös Európát, akkor mi? Az tök egyértelmű volt számukra, hogy itt egy föderatív, a nemzetállami szuverenitásokat korlátozó konstrukciót kell létrehozni azért, hogy elkerüljék a háborút. Tehát volt egy borzasztó élmény, egy katasztrófa élmény volt arra. És az emberek erre akkor hajlandók voltak, hiszen hát bőrükön érezték a politikai elitek számára ez nyilvánvaló volt, és igen, az emberek is. Nyilván akkor is voltak nacionalizmusok, de hát keresztül mentek egy kataklizmán, amit nacionalizmusok okoztak. Tehát mondjuk volt egy élményük, ami szembeállította őket a nacionalizmus alapú politikákkal, nem mindegyiket nyilván, nem mindenkit, de azért sokakat. Tehát könnyebb volt egy föderatív Európa mellett érvelni, mint ma, de azért is nehéz ma egy föderatív Európa mellett érvelni, nem csak azért, mert ma távolabb vagyunk a II. Világháború borzalmaitól, mert Srebrenicától nem vagyunk olyan nagyon távol, hanem azért, mert az az igazság, hogy a föderatív intézményei az EU-nak, azok borzasztó rosszul teljesítettek az elmúlt években. Tehát az Orbán nem csak azért erős, mert ő egy ügyes, populista, nacionalista, hanem azért is, mert amikor azt mondja, hogy az EU válságban van, akkor hát sajnos abban sok igazság van, amit mond. Szóval egyrészt vannak intézményi gyengeségek, és másrészt mondom, vannak ebben a, hát úgy mondanám, hogy ebben az intellektuális térben megragadható gyengeségek. Tehát, hogy kiderült az, hogy egy csomó minden, amit mi készpénznek vettünk, az egyáltalán nem evidens. És szerintem ez meg a legjobban pont a magyarországi népszavazás, meg egyáltalán menedék kérők ennek a ügynek, a menekült kérdésnek a kezelése körül zajló vitán látszik. Tehát egy sor emberről, akiről Konrád Györgytől kezdve mondjuk, hát ugye a Hiller Istvánt azt olyan nagy liberálisnak én speciál nem gondoltam, de igen, mondjuk, hogy Hiller Istvánik, vagy szegény Kertész Imréig, vagy mindegy, most mondhatnék neveket, de nem akarok. Nem. Jó, arról is beszélhetünk, hogy az MSZP miért úgy teljesít, ahogy teljesít. Szerintem az egy másik kérdés. Szerintem nekünk legelsősorban azon érdemes gondolkodni, hogy a liberális konszenzusok miért számolódtak föl. Tehát, hogyha mi egy liberális politikai közösség tagjainak gondoljuk magunkat, akkor szerintem a számunkra a legfontosabb kérdés az, hogy a saját politikai közösségünkön belül miért nem sikerül kialakítani és fenntartani egy konszenzust arra vonatkozóan, hogy mi a mi dolgunk ebben az európai menekült kérdésben, és ezen belül Magyarországon milyen politikákat és milyen közmegegyezéseket érdemes nekünk képviselnünk. Mert hogy ebben sincs. Köztünk sincs valójában egyetértés. Rengeteg olyan ember, aki amúgy szerintem saját magát is liberálisnak tartja, és persze elszántan ellenzi az Orbán rendszert,
és támogatta a liberális demokratikus Magyarországot, amit létezett, egyáltalán nem áll olyan nagyon szemben az Orbán rendszernek a menekültekkel szembeni politikájával. Én egy pillanatra felvillant nekem valami jó, amikor ide csődítették a menekülteket a Barostérre. Uh-huh. És az az óriási segítőkészség, ami megnyilvánult az emberek részéről, szerintem akkor döntöttek Orbánék úgy, hogy na, akkor inkább takarítsuk el innen őket, hiszen a cél szerintem legalábbis az volt, hogy bemutassák, hogy milyen szörnyű ez Budapest népének, meg az ország népének, amikor ide csődítették, hiszen a keleti pályaudvar nem esett útba nyugat felé. Hát nyilván volt, akinek útba esett, mert vonattal akar tovább menni Bécsen keresztül nyugat felé, vagy Bécsbe. Persze, tehát persze, volt egy pozitív élménye is, azt gondolom, ennek a társadalomnak a menekültekkel való bánásmódról, a segítésnek, a segítségnek, segítségnyújtásnak a kultúrájáról, és nyilván az abban teljesen egyetértek veled, nem volt érdekelt ez a rezsim abban, hogy ez általánossá váljon. Ugye, hát az nagyon érdekes, például hogyan viszonyultak a liberális politikai, mondjuk a liberális demokrácia talaján álló politikai pártok ehhez az ügyhöz, ehhez a helyzethez? Pártok? Hát ugye, mondjuk tavaly nyár, hát igen, pártok, persze. Tehát, Mondjuk néhányat. Hát az például egy érdekes dolog szerintem, hogy emlékszem annak idején ilyen magán beszélgetésekben találkoztam a Szigetvári Viktorral. Aki elmesélte nekem, hogy az Együttnek az aktivistái egy csomó helyen tök aktívan segítenek. Nyilván tényleg segítettek. Vagy a Lendvai Ildikóról konkrétan tudom, hogy benne volt valamelyik csoportban, nem tudom, nyugatinál, keletén, nem tudom hol, de tényleg segített. És egyébként is egy nagyon rendes nőnek tartom, de mindegy, ez most nem tartozik ide. Szerintem nem lehet azt mondani, hogy nem volt egy csomó jó szándék magyarországi, baloldali, vagy baloldali liberális, vagy nem tudom milyen pártoknak a környékén ezzel az ügyel kapcsolatban. De ebből egyik sem tudott politikát csinálni. A részben azért nem tudott belőle politikát csinálni, ezt a Szigetvári Viktor mondta nekem, mert ezt kérték tőlük az aktivisták, hogy nehogy ebből politikát csináljatok, mert ha ti ebből politikát csináltok, azzal nekünk megnehezül az életünk. És ez egy ilyen technológiai probléma, hogyan lehet politikát csinálni egy olyan közegben, egy olyan közegre referálva, aki nem akarja, hogy te referáljál rá. Szerintem ez tehetséges politikusokról. Valószínűleg tehetséges politikusokról van szükség. Igen, most megint belemehetünk abba, hogy mi a felelőssége a politikusnak, és mit tud kezdeni a körülötte lévő környezettel, és ott, hogy igen. Szóval szerintem maradjunk abban, hogy nem tudták megoldani. Hát, hogy mit tud kezdeni, azt látjuk sajnos. Senki se tud vele igazán sikeresen mit kezdeni, az az igazság. Tehát Magyarországon szerintem nincs olyan demokratikus politikai erő, aki büszke lehetne a teljesítményére. Akár ebben az ügyben, akár egy sor más ügyben. És mondom, ez nem csak a politikusoknak a felelőssége. Tényleg. Nem, ez az értelmiségi háttérnek a visszavonulása. Nagyon nagy mértékben az értelmiségi diskurzusoknak a kiürülése és ennek a következménye. De hogy mennyire dezorientáltá változott a társadalom, az tényleg a maga nemében nagyon meglepő, és teljesen tisztázatlanok, még egyszer mondom, azok a referenciapontok is, amiket korábban teljesen nyilvánvalónak és biztosnak tartottunk, pont a menekültválság kapcsán derül ki. Népszavazás. Mit kezdjünk a népszavazásról? Mi a véleményed általában egy a népszavazásról, amit ugye 1933-ban volt Németországban, akartak az Anschluss előtt csinálni egy népszavazást, az nem jött össze valami oknál fogva, de utána csináltak, ami, jól emlékszem, 99,
5%-ra sikerült. A szocializmusban én elég sokat éltem, de nem emlékszem népszavazásra, szerintem nem tartottak népszavazást. Milyen eszköz és kinek a kezében fontos egy népszavazás? Hát azt nem állítanám, hogy ez, hogy úgy mondjam, szakterületem ez a kérdés. De te szociológiát is hallgattál, és arról meg lehet közelíteni. Hát valamit fogok róla mondani, az tulajdonképpen bármit kérdezel, valamit fogok róla. Az a helyzet, hogy először is azt mondanám, hogy az a helyzet, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy olyan nagyon erősen kapálózhatnánk a népszavazást, mint intézmény ellen. Tehát én 1989 nyarán léptem be az SZDSZ-be, az én SZDSZ szocializációmnak az első meghatározó élménye az a 89. november 26-ai népszavazásnak a kampánya volt. Az SZDSZ akkor lett nagy párt. Az SZDSZ mozgósította a magyar közvéleményt egy népszavazásra, egy népszavazás okán. Az egész magyar demokrácia születésének az egyik kitüntetett pillanata az a 89. november 26-ai népszavazás. Szerintem nagyon nehéz innentől kezdve nagyon nehéz úgy általában a népszavazás intézménye ellen állást foglalni. Még akkor is, hogyha történetesen az a népszavazás, az pont azért hívódott életre, hogy ne közvetlenül válasszon ez az ország köztársaság. Másik három kérdés meg már addigra eldőlt. Igen. De ugye mi történt? Az történt, hogy az SZDSZ kvázi a néphez fellebbezett a három oldalú kerekasztalnak a háromoldalú kerekasztalnak a döntése ellenében. És megmondom őszintén, hogy én személy szerint nem gondolom azt, hogy népszavazásokat ne lehetne tartani. És azt se gondolom, hogy egyébként még csak azt se gondolom, hogy ne lehetne közvetlenül elnököt választani. Azt gondolom, hogy minden politikai kultúra, meg intézményrendszernek a függvénye, és egy csomó pozitív aktus is kapcsolódik. 89-től mondjuk például a NATO népszavazás annak idején, nem tudom ki emlékszik rá, a Horn Gyula a miniszterelnökösködésének az utolsó periódusában egyszer csak lépett egyet, és kiírt egy NATO tagságról szóló népszavazást. És hát ez egy olyan hazárdőr játéknak tűnt akkoriban, emlékszem, de végül is én azt gondolom, hogy növelte a magyar NATO-tagságnak a demokratikus legitimációját. És hát annak idején az EU-tagságról is szavaztunk, de szerintem azt nem lehet mondani, hogy általában a népszavazás egy marhaság vagy egy veszélyes dolog lenne, ez politikai kultúra függő ügy. Igen, ez az általános benyomásom. Nem említettem a 33-ast, meg az Anschluss utánit. Márhogy arra gondolsz, hogy ez egy veszélyes dolog. Igen. Lehet. Kiegészítem, lehet. A demokrácia is borzalmasan veszélyes dolog. Tehát ugye számos olyan választásról tudunk, a szocializmusból, meg mindenféle autoriter rezsimekből, ahol úgymond választásokat tartanak. És ezeket mindenféle terror különítmények vezénylik le. Tehát a demokratikus részvétel, maga a demokrácia az egy borzasztó veszélyes üzem. Ugye a Platon azt mondta, ha jól vagyok informálva, bár Platon szakértő sem vagyok, hogy a demokráciát azt nagyon kevés választja a diktatúrától. A diktatúra az pont a demokráciából szokott megszületni, amikor a demokratikusan választott vezér hogy mondjam, maga alá gyűri a démoszt. Tehát az egyáltalán nem véletlen, hogy a diktátorok azok nagyon szeretnek úgymond demokratikus processzusok segítségével maguknak politikai támogatást gyűjteni, ezt teszi ma Orbán Viktor Magyarországon. De ebből szerintem nem következik az, hogy a demokráciát azt el kellene vetnünk, az se következik belőle, hogy a népszavazást el kellene vetnünk. Nyilván nem mindegy az, hogy hogyan használódik. Hát most nem sorolom fel a pártokat, melyek el akarják vetni ezt a népszavazást.
már arra gondolsz, hogy bojkotra szólítanak fel. Igen. Igen. Jó, akkor beszéljünk egy picit erről, erről az október másodikai népszavazásról. Igen, igen, erre akartalak rá vezetni. Amikor én értesültem erről ennek a népszavazásnak a kiírásáról idén májusban, akkor az én reakcióm az volt, hogy tök jó, legyen erről egy népszavazás, és szerintem akkor működik észszerűen a magyar ellenzék, hogyha a lehető legszélesebb konszenzust megpróbálja kialakítani a kormány legyőzésére. És ráadásul egy csomó szempontból relatíve könnyű helyzetben van, sokkal könnyebb helyzetben van, mint egy parlamenti választáson, ahol egymás jelöltjeit kell támogatni, és egymás programját kell explicite vagy implicite, hallgatólagosan vagy nyíltan elfogadni. Ehhez képest itt most lehet azt mondani, hogy mi egy Európai Unió párti álláspontot fogadunk el, függetlenül attól, hogy kinek mi a politikai pedigréje, és ki volt a nagymamája, és hol lakik, abban meg tudunk egyezni, hogy mi Európai Uniós megoldást akarunk erre a menekült válságra. Ez ráadásul még sok tekintetben akkor úgy tűnt, hogy összhangban is hozható a magyar társadalom preferenciáival. A magyar társadalomban, mint tudjuk, többsége van az Európai Uniós tagságnak, és tök racionálisan lehet amellett érvelni, hogy nehogy már nem 1293 vagy 94 menekült miatt mi elrontsuk a viszonyunkat az Európai Unióval, ráadásul még egy ilyen humanista argumentumot is lehet felállítani arról, hogy nekünk igenis kötelezettségeink is vannak úgy általában a menekültekkel szemben. Na most az az érdekes, hogy ez tulajdonképpen fel sem merült a politikai aktorokban, aminek nem pontosan tudom, hogy mi az oka, de hát azért lehet nyilván gondolkodni arról, hogy miért. Nyilván azt gondolhatták, és azt valószínűleg tapasztalták is a saját párttagságuk, pártszavazóbázisuk körében ezek a mondjuk baloldali pártok, baloldali ellenzéki pártok, hogy a saját szavazótáboroknak egy nagy része sem van az Európai Uniós migrációs politika pártjában. És nagyon nehéz helyzetbe kerülnének a saját szavazóikkal szemben is, és a közvélemény egész előtt is nehezen tudnának emellett érvelni, még akkor is, hogyha politikailag lehetne racionális az, amiről én beszélek. És tulajdonképpen a dolog az innentől kezdve már a költségminimalizálásról szólt csak. Azt hitték, hogy ha nem állnak ki boxolni, akkor jobban megusszák, akkor kicsit kellemesebb körülmények között távozhatnak a sportcsarnokból. Most az a probléma, hogy ez nem így van, mert szerintem ennek az egész bojkott stratégiának az a legnagyobb tragédia, hogy egyszerűen gyakorlatilag felszámolja a baloldalt, mint politikai szereplőt. Tehát arra a baloldalra, amelyik azt mondja, hogy mi kvótapártiak vagyunk, csak nem szeretjük az Orbánt, úgyhogy inkább bojkottáljuk ezt a népszavazást, arra nem világos, hogy egyáltalán mi szükség van, mi a fenék. Hát akkor, nem tudom, akkor miért nem maradnak inkább csöndben? Szerintem ez egy teljesen irracionális politika az MSZP részéről, és tulajdonképpen ettől a politikától nem nagyon tud, talán nem is nagyon akar távolságot tartani, azt hiszem a DK sem, és a szerencsétlen együtt, meg PM, hát hogy mit csinálnak, azt nem is nagyon tudom követni. Szóval ez egy kínlódás innentől kezdve. Egy kényszerpályán mozognak, azt hiszem. Igen, hát az igennel szemben, ugye, mert az igen támadva van a nem részéről, meg a bojkott részéről is. Igen. Ezek a bojkottáló baloldali pártok, bokros nem nevezném baloldalinak, de hát is oda csatlakozott, ezek a pártok most arra hivatkoznak, hogy a mi segítségünkkel esetleg elérik az 50%-ot. Igen. Mi ebben a realitás szerinted, és milyen jelentősége van annak, ha ne adj Isten? Igen. Én azt gondolom, hogy az érvényesség az másodlagos ebben az ügyben. Mert hogy a legfontosabb az, hogy
mik ebben a társadalomban a konszenzusok. Mi a konszenzus Európával kapcsolatban, az Európai Unió szerepével kapcsolatban, meg a mi saját felelősségünkkel kapcsolatban a menekülteket illetően. Tehát szerintem annál fontosabb dolgunk nincsen, mint elmenni Nógrád sápra, és meggyőzni arról a Nógrád sápiakat, hogy igenis a menekülteken segíteni kell. Mert ha nem segítünk a menekülteken, nem pusztán azért, mert ez egy humanitárius kötelezettségünk, hogy becsületes ember az megpróbál segíteni a bajba jutottakon, hanem azért, mert rossz egy olyan társadalomban élni, amelyik nem tud erről a kötelezettségről. Nekünk lesz rossz. Nógrád sápon is, meg a Terézvárosban is. Egyszerűen rossz felnevelni a gyerekeinket egy olyan környezetben, ami embertelen. Szerintem ez a legnagyobb tétje az egésznek. Ez egy elembertelenedő társadalom, amiben élünk. Ez az egésznek a legnagyobb borzalma. Na most ehhez képest az érvényesség az egy huszadlagos ügy, hogy Orbán Viktor milyen pozícióval fog tárgyalni majd a pozsonyi csúcson a miniszterelnöki kollégáival, az számomra ehhez képest másodlagos. De a helyzet az, hogy azt kell mondanom, hogy valójában nem az a legfontosabb, hogy hány igen szavazat van. Szerintem az a legfontosabb, hogy hány olyan magatartási mintázat van, olyan ember van, aki kikéri magának, aktívan kikéri magának ezt a fajta megközelítést, amit a kormány javasol. És ezt szerintem meg lehet tenni egy érvénytelen szavazattal is. Tehát az én személyes ismeretségi körömben rengetegen vannak, akik érvénytelenül fognak szavazni. Egy csomó magyar civil szervezet van, aki arra szólít fel, csomó, mit tudom én, most 22-en adtak ki egy nyilatkozatot arról, hogy az érvénytelen vagy a bojkott szavazatot javasolják, és egy részük az érvénytelen szavazat. Tot javasolja közülük, a Helsinki Bizottság és a TASZ például. Szóval szerintem az egy teljesen oké álláspont, hogyha valaki azt gondolja, hogy ne segítsük ezt a kormányt abban, hogy érvényes legyen ez a szavazás, ez a népszavazás, de fejezzük ki a nem tetszésünket ezzel a kormányzati állásponttal szemben, akkor elmegy és érvénytelenül szavaz, de szerintem nincsen semmi baj. Hogyha itt lett volna egy igazi ellenzéki mozgósítás, amikor el lehetett volna érni, hogy mondjuk milliós nagyságrendben legyenek igen szavazatok, akkor nem ezt mondanám. Akkor igenis lenne annak tétje, és sokkal fontosabb tétje lenne szerintem, mint a részvételi arány. A részvételi arány az tényleg huszadlagos. De én megértem, empatikus vagyok azzal az állásponttal szemben, aki nem akarja még egy picivel nagyobb diadalhoz segíteni ezt a kormányt, akkor szavazzon érvénytelenül, szerintem az tök rendben van. Én személy szerint egy föderalista európaiként semmi okát nem látom annak, hogy miért ne szavaznék igennel. Hát meg kommunistaként. Meg kommunistaként? Humanistaként. Se nihilistát nem mondtam, se kommunistát. Meg humanistaként. Ennyi nagyjából. Oké. Okay. Én köszönöm szépen a beszélgetést, nektek is köszönöm. A legközelebbi liberális klub rendezvény tegnaphoz két hétre lesz. Ez szeptember 27-e. Kerékbácsi Szabolcs lesz a vendég. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.